A szavazatok 58,55%-ával Emmanuel Macron hivatalban lévő államfő nyerte a francia elnökválasztást. Szélsőjobboldali kihívója Marine Le Pen a voksok 41,45%-át szerezte meg. A szélsőjobb jelöltjére leadott voksok arra utalnak, nagyon sok francia nem az európai építkezésben, hanem más útban látja a jövőt, értékelte híradónknak Winkler Gyula, EP képviselő. Megkönnyebbülve fellélegzett Európa, értékelte a francia elnökválasztás eredményét híradónknak Winkler Gyula EP képviselő. Azzal a veszéllyel, vagy legalábbis annak lehetőségével kellett ugyanis szembesülni, hogy szélsőjobboldali Európai Unió ellenes jelölt legyen az államfő. Marine Le Pen azonban nem lett elnök, a következő 5 évben Emmanuel Macron folytatja elnöki tevékenységét második mandátumával, amire a francia belpolitikában 20 éve nem volt példa. Hogy a régi új elnök mennyire bizonyul majd Európa legerősebb, legtapasztaltabb és leghitelesebb vezetőjének, mint ahogyan azt most a francia sajtó hirdeti, attól is függ, mennyire tudja Olaf Scholz betölteni a német kancellári feladatokat, fejtette ki Winkler Gyula. A politikus az orosz-ukrán háború kapcsán hangsúlyozta, Emmanuel Macron megpróbált közvetíteni, próbálkozásait minden bizonnyal folytatni fogja, akárcsak az EU-n belüli közös védelem politikát. Fontos ugyanakkor, hogy Franciaországban júniusban parlamenti választások következnek, és a klasszikus politikai alakulatoknak, a szociáldemokrata pártnak, illetve a kereszténydemokrata jobbközépnek a mostani elnökválasztás során sem sikerült megerősödnie. Ez árnyalja valamennyire az örömöt, hiszen az, ami Franciaországban történik, az, hogy Emmanuel Macron nem egy politikai párt vezetőjeként, hanem egy mozgalom vezetőjeként lett Franciaország elnöke. Ez tulajdonképpen ahhoz is vezetett, hogy az ő általa beígért reformokat nem sikerült Franciaországban megvalósítani, tehát senki ne legyen képezve attól, hogy Franciaországban jó a helyzet, nem jó, és Emmanuel Macron egy megosztó vezetőnek bizonyult, ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a következő 5 évben sem lesz könnyű dolga. Az, hogy a voksok 41,45%-át Emmanuel Macron szélsőjobboldali ellenfele Marine Le Pen szerezte meg, azt jelenti, hogy Franciaországban megosztott társadalom van, és a franciák közül nagyon sokan nem az európai építkezésben, hanem másfajta útban látják a jövőt, összegzett Winkler Gyula. Marine Le Pen pedig, aki elismerte választási vereségét, azt ígérte, nem hagy fel a küzdelemmel. Mint mondta pártja, a nemzeti tömörülés számára a következő megmérettetés a júniusi parlamenti választás lesz. Az elnökválasztás eredményével elégedetlen tüntetőket a francia rendőrségnek könygázzal kellett feloszlatnia Párizs Châtelet nevű belvárosi negyedében a közösségi médiában megjelent felvételek szerint.